Sziasztok! Ebben a videóban négy dologról szeretnék beszélni. Köszönet, névváltás, meglepi, és fel szeretném mérni, hogy ti mely hősöknek szeretnétek még hangos könyvet. Igyekszem rövidre fogni, mielőtt megunjátok a képemet. Kezdjük is el akkor! Haseki! Első, köszönet. Szeretném megköszönni azoknak, akik feliratkoztak a csatornámra, lájkolták a videóimat, kommenteltek alá, vagy egyszerűen csak, hogyha megnézted, de mégis tetszettek a videók, akkor... Azt is megköszönöm, és remélem, hogy továbbra is tudok majd ilyen tartalmakat nektek gyártani. Második, névváltás. Mint láthattátok, más lett a csatorna neve. Eddig Lolságok volt, viszont úgy gondoltam, hogy ez nem fedi teljesen azt, ami ezen a csatornán van. Az, hogy Lolságok, abból a játékmeneten, a patch note-okig, a minden egyéb dolog beletartozhat. De most ugye ez a hangos LOL könyv egyértelműbb, hogy itt sztorik vannak felolvasva. Szintén egy plusz info, hogy a csatornának lett csinálva egy Instagram oldal, szóval akik az Instán vannak inkább nagyrészt fent, azok is már napra készen tudhatják, hogy mikor jött ki egy újabb hangos könyv ezen a csatornán. Csekkoljátok le! Demácia! Harmadik, a meglepi. A következő videómmal elindítok egy új sorozatot. Itt most nem egy adott hős történetét fogom nektek bemutatni, de szintén a LOL világához fog kapcsolódni a tartalom. Nem kell félni, továbbra is a hősök eredet története lesz az, ami főleg a csatornán lesz, viszont néha-néha előfordulhat egy-egy másféle tartalom is, csak a változatosság kedvéért. A meglepi része a dolognak az, hogy itt nem csak én fogok beszélni, ugyanis felkértem a játék egyik hősének a magyar szinkronját, egy rövidebb rész erejéig. Szóval a következő videóban, aki magyarul játssza a LOL-t, annak egy ismerős hang is be fog köszönni. Ezúton is nagyon meg szeretném köszönni a hölgynek, hogy elfogadta a felkérésemet. Az, hogy kiről van szó, azt majd a videóban meglátjátok. Ha 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 ha! És végre elérkeztünk a negyedik ponthoz, vagyis az, hogy kiről szeretnétek még ilyen történeteket hallani. Alapjáraton szeretnék mindenkin majd végigmenni, viszont most ez alá, a videó alá nyugodtan írjátok le, hogy ti kire szeretnétek minél hamarabb. Minden hős, ami megfordul a fejetekben, szívesen meghallgatnátok a sztoriát, nyugodtan írjátok le a kommentekbe. Úgyhogy szerintem eleget beszéltem, nyugodtan írjátok le a kommentbe, hogy kiket szeretnétek, vagy ha van bármi üzenetetek vagy véleményetek hozzám, nyugodtan azt is leírhatjátok. Én el fogom őket olvasni, reagálok rájuk, ahogy tudok. És köszönöm szépen, hogy hallgatjátok a sztorikat, amiket felolvasok. Sziasztok!